Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint a Shapes nevezetű, azaz a Formák, Formák című sorozatunk negyedik adásával, a Shapes nevezetű játékkal játszunk, csak hogy mindent elmondjak. Kicsit új ruhát vettem föl, ennek indoka az nagyon egyszerű, hiszen ugye újabb nap, kicsit kis szünetet tartottam az előző adás és a mostani között, és ez alatt a szünet között így gondolkodtam egy picikét, de közben beindítom a felvétel játékunkat, hogy minél gyorsabban készüljön el az adott mennyiségű valami, ami az 1000 darabos ilyen figura, hogy legyen belőle egy bányánk, és ha jól látom, akkor egyből kettőt készítünk, úgyhogy ez így rendben lesz. Tökéletes, nagyon jó. Na, szóval elgondolkodtam igazából, hogy mire lesz szükségünk, illetve hogy mi az, amit én azt gondolom, hogy ebben a játékban, illetve első körben, hogy tetszik nekem ez a játék, és bevallom őszintén, ugye, ahogy az előző adásban mondtam, nekem ad olyan dolgot, olyan egyedi dolgot ez a játék, mint amit nem teljesen. Tehát ad nekem valami egyedi dolgot a faktorióhoz képest ez a játék, hogy egy kicsit a logikus gondolkodásomat kell hozzá elővennem. Ugyanakkor lehet, hogy majd a későbbi részek során lesznek fejlesztések, ilyen jellegű fejlesztések. Vannak még most nekem olyan dolgok, amelyek kicsit így hiányoznak. És ezen gondolkodtam, hogy igazából mi az, ami még nekem hiányzik. Első körben hiányzik nekem egy olyan dolog, ami mondjuk szétválasztja ezeket. Tehát egy ilyen szétválasztó rendszer. De szerintem az biztos, hogy kapni fogunk. Tehát nem hiszem el, hogy egy ilyen játékban, ami kicsit beültetett faktorió, ebbe a játékban nem raknak szétválasztót. Viszont ami egy kérdőjelesebb dolog, ugye van ilyen, hogy két szalagból készít egy darab szalagot, ugye ez a összeszerelő, vagy ez ugye az összeillesztő nevezetű, és ennek van egy derékszöges változata, hogy ebből egy szétszedett, de az is válogatásos, igen, az ilyen feltételes lesz. Szerintem az egybe fogjuk kapni azt a kettőt. Ugye ez meg szétosztogatja az amúgy egy helyről jövő szalagot. Hát végül is, igen, derékszögben is igazából ott nem kell feltételt adni. Lehet, hogy ezt majd meg fogjuk kapni. Egy harmadikat, ami eszembe jutott, és ez sokkal fontosabb, viszont most fogjuk megkapni ezt az összeköthető bányát. Kicsit gondolkodtam így a felvétel kezdése előtt, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ezzel, ami itt bent van, azt hogy fogjuk kiszedni? Hogyha végtelen mennyiségű forma található ebben ezen a bányahelyen. És valószínűleg ez az összeköthető bánya lesz megoldásképpen. Majd, hogy mit fog jelenteni pontosan, azt nem tudom. Minden esetre reménykedjünk benne, hogy ez az, amire én gondolok. Na, viszont én azon gondolkodom, hogy kéne még tovább bővítenünk, én azt gondolom ezt a formát. Most átgondolom, hogy lehetséges-e az, amit az előző adásban gondoltam ki. Igen, lehetséges, ha egy kicsit nagyobbra tesszük a területet. Tehát úgy kell kinagyítani a területet. Lehet, hogy ezt még most nem így fogjuk megcsinálni, lehet, hogy itt ezen még nem ezt fogjuk megcsinálni, vagy nem így fogjuk ezt megcsinálni. Megnézem neki, mennyi kell belőle, 3500 annyit meg így összegyűjtünk a nagy csöndben. Jó, csináljuk meg ezt a pirosat, én azt gondolom, hogy az legyen most a következő feladatunk, amit igazából már elkezdtünk itt lent, csak ugye a összeillesztőt vártuk. Íme. Az a következő kérdésem, hogy a piros része az megjött-e.
Nem, egyből odarakjuk, jó. Oké, akkor a pirost még meg kell csinálni. Mivel most csak is kizárólag így kéri tőlem, ezért most azt fogom csinálni, most megállítom őket, viszont egybeforrasztjuk most őket. Ez lesz a fővonal. Így. Így. Tökéletes. És akkor az összerakó. Egyik összerakó. És a másik összerakó. Tökéletes. Nagyon jó. És akkor ott meg fognak állni szándékosan. Mert hogy most azt fogom csinálni gyorsan. Hogy ide csinálunk egy ide egy szétválasztót csinálunk, és akkor az lesz a feladata, hogy a pirosat idehozza, csak lehet, hogy kapok egy bátort ide magam mellé, így van, gyorsan egy eszképet hadd nyomjak be, összerakom bátor képesre a területet, igazából csak annyi, hogy a klaviatúrát leszedem, és időnként majd simogatni kell a fiút. Jó, na nézzük, akkor tehát piros színnel kell ellátni őt, úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni. Várjál, nem kell nekünk egyébként ez a fajtából az összes? Nem kell, jó, oké, sima színmentes változat, jó. Oké, és a sima piros kell nekünk, ami azt jelenti, hogy a másikén. Ez az. Tökéletes. Nagyon jó, és akkor alakult. És akkor amikkel bekezd festeni őket. És egyből itt azt mondom, hogy egyből. Jaj, de jó! Milyen vagyok, ezt tudjuk kell csinálni. Kell csinálni, hogy ketté választod, és szerintem egyből négyet fogok csinálni belőle. Akkor inkább ide rakom egyből a négyiket, és akkor fogom szétválasztani. Ez az! Nagyon jó! Na és akkor... pont a másik irány. Sok lesz, akkor lehet, hogy azt kell csinálnunk, hogy egyet följe. De. Egészségedre, fiú! Szalag lesz neki útban. Nem vagyok így ide rakni, és akkor őt meg kell oldanom. Nem jó. Nem. Akkor sajnos ez az egyetlen megoldás van. Csak egyre arrébb kell tennem őt. Igazából még egy ilyesmi, még egy szerencsém van így a játék kapcsán, hogy ugye nem kerül elfecsérelésre az a dolog, amit én most így időnként így próbálhatok. Igen, és ezt kell drukkolni, tökéletes átmegy.
azt meg már nem kell. Jó. Oké, egyesítünk. Ezt inkább állítóra ezzel fogom csinálni. Jó, oké, szaladok. Hagyok neki helyet, hogy lássam, hogy van-e. Oké. És akkor már csak őt kell leválogatni. Így. Jó. Opa. Másik. Így. Na. Oké. Beindul a rendszer. Így készült a piros. És akkor rögtön jókor a nagy mennyiségben dobja is be nekünk ezt a bizonyos formát. Közben egyébként 740... Hoppá! Elfelejtettem egy órát indítani, aminek most az a vicces változata, hogy nincs nálam itt az óra, úgyhogy... Összegyűjtöttünk egy 1000 mennyiségű nem kellő dolgot. Ezt írja a rendszer. Jelen pillanatban egyébként ezek nem kellenek nekem nagyon. Lehet, hogy le is állítom ezt a részt. Mondjuk egy ilyen bekikapcsoló is jó lenne egyébként így a játékban. Na, beindult a... Nézzük, hogy egyből így van, számolja. Nagyon jó, szuper. Egyébként ami még nem szükséges... Az ők. A piros karika sem szükséges, igen, piros karika sem szükséges, úgyhogy egyelőre azt is leállíthatjuk, jó? Oké. Most ezek telítődjenek be, az a lényeg, és akkor majd utána meglátjuk, hogy mit csinálhatunk velük. Most egyelőre ezek nem kellenek, az a lényeg. Igaz, ő viszont kell, jó. Oké, a lila színű karika, azt is hozzuk, jó van. Már csak őt kéne hoznunk. Ez mint hogyha azt is már elkezdtük volna valahol kezdeni, készíteni. Úgy emlékezem. Lehet, hogy ez lesz ez az út. Nem? Te leszel a... És egyébként arra is rájöttem így a szünet során, hogy igazából ez a játék arra lesz, hogy nekünk jó, illetve azt fogja majd nekem megtanítani így hosszú távon, hogy megnézzük a végtelen területünket, kiválasztunk egy olyan részt, ahol az adott figurát, amit kér tőlünk a rendszer, azt elkészítjük, és csak azon a területen belül készítjük el ezt a dolgot, és onnantól kezdve elszállítjuk egy főütőéren keresztül a központba. Tehát lennének ilyen kisebb alap gyárterületek, és akkor azokon a gyárterületeken dolgoznánk föl a dolgokat. Hű, de jó kinéz, ez nagyon jól nézett volna ki, basszus. Ez nagyon jól nézett volna ki, csak meg kell forgatni. Igen, ez az, amit azt hiszem előző adásban mondtam, hogy ilyen formát találni nagyon kis eséllyel lehet. Hát most megtaláltuk, elnézést. Ott megy a kék szín.
Jó, mindjárt kész van egyébként az összeköthető bánya, úgyhogy akkor mindjárt megtudjuk, hogy mi a következő fejlesztés. Nagy valószínűséggel egyébként nem fog újdonságot mondani nekünk ez a játék, tehát elvileg ugyanaz lesz, mint amire én gondolok, viszont a futószalagot én most már nem biztos, hogy erősíteném annak a sebességét, vagy fejleszteném, mert amúgy is már elég gyorsnak érzem, de hát a szemem még nem annyira szokott ehhez a sebességhez futószalag esetében, hiszen mindjárt elkészülünk, és akkor lesz mindjárt egy bányánk. A piros karikából majd akar valamit készíteni nekünk. Már csak 20. Jó, a sebességgel elégedett vagyok, azt kimondom. A sebességgel elégedett vagyok. És mindjárt összejön. 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, az lesz az ezredik. Tökéletes. Igen, jól sejtettem, ez arról szól, hogy ami mondjuk belül van, azt összekötjük így ilyennel. Igen, és akkor át is teszi. Így van, régi bányát lecseréltük az ex-sztáradon. Jó, érthető. Szuper. Nagyon jó. Tervrajzok! És 1000 darab ilyet kért tőlünk, és előjött a félelmem, hogy ott van a fehér szín. Cserébe a figura maga nem olyan nagyon nehéz, ez a, talán azt mondanám, hogy vízcsepp kinézet. A széle az kék, ez a sima kék szerintem. Ugye ránézek egy kicsit pontosabban. Igen, kék. Így van, így van, így van. És belül fehér minden. Jó. Oké. Egy olyan területet, és akkor most azt a logikát, amit itt az imént mondtam, azt a logikát folytatván keresünk egy olyan területet, ahol én ezt most meg tudom oldani. Itt egyébként az lesz a trükk, ez nagyon jó lesz itt ez a terület, csak kérdés, hogy mennyire vagyunk messze a dolgoktól. Hát, ha esetleg van egy kicsit közelebbi, annak jobban örülnék. De nincs. Jó, maradjon ez. Egy dolgot nem találunk itt pirosat, de ezt majd útközben előszedjük. Jó, akkor erre fele fogunk menni, és akkor ezt ebből a kettőből szedjük össze a dolgokat. Ugye négyzet is kell nekünk a jobb a bal felső saroknak a micsodája miatt. És akkor most gondolkodunk. Első körben most dobjunk le 2 darab bányát, én azt mondom. És ezt duplázunk is meg egyből. Oké. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy az egyikből készül a kék, a másikból pedig a fehér. Na, a színkombinációt fogjuk most első körben megcsinálni. Én azt mondom. Nyomtam. És a kékből rögtön 2 kört fogok készíteni. Így. Jó. És azt fogjuk csinálni a zölddel, hogy ezt rögtön egyesíteni is fogjuk. Na, menjen derékszögbe bele. Használjuk ki, ha már van. Használjuk ki, hogy ennyire nyugodt a itteni terület. Jó. Oké. Kéket akkor nem itt fogjuk. Akkor most várja, még azt megcsináljuk, hogy a főütőeret létrehozzuk, hogy ahhoz a részhez ne nyúljunk. Ugyanakkor megtudjuk, hogy hova akarjuk menni. Viszont innentől kezdve egyébként ezt lehet, hogy nem is dobjuk ki ezeket. Itt van a négyzet. Ez arra tanít bennünket, hogy használjuk fel a maradékot.
még itt leválasztanám, ezeket még kidobjuk. Na és akkor azt fogjuk csinálni, hogyha én most ezt ketté nyisszantom, akkor mit kapok? A rosszat. Jó, akkor forgatunk el egyet rajta, teljesen mindegy, hogy milyen irányba forgatunk rajta. A lényeg az, hogy forgassunk rajta. Mindig ugyanaz. Hát mostanáig ugyanaz. Jó. Szuper, és akkor már csak annyi kell, hogy el kell forgatni. 5 egyet, 5 kettőt. Jó, oké. Uramutató van megegyezően. Tökéletes, nagyon jó, pont az a része kell nekünk, és ezzel létre is hozva az a négyzet, ami nekünk kell. Nem egyesíteni, hanem egybe rakni. Így. Jó, és akkor ezzel most már el is készítettük a négyzetnek ezt a részét. Jó, a következő rész az az lesz, és egyelőre ennyi elég is lesz belőle egyébként, azt gondolom. Csináljuk meg a kék, igen, csináljuk meg a külső fogját. Attól félek, hogy még így is egyébként. Bonyolultnak tűnik a forma egyébként maga, és ez lesz majd a főütőérbe bekapcsolva a dolog, viszont az a baj, hogy ott még dolgozunk a... Igen, a leválogató az kellene nekünk, ahogy itt még le fogja szedni nekünk a... Ezt csak később tudjuk a főütőérbe bekapcsolni. Amit most kell csinálnunk, az az, hogy... Ezt megnézem az órát, 22 perc, akkor azt mondom, hogy 5 perc múlva elköszönök. Azt fogjuk csinálni, hogy a belsőből lesz a... Igen, azt fogjuk csinálni, hogy sajnos ezt 4-jé kell nyisszantanunk. Illetve úgy fogjuk csinálni, hogy egy félben nyisszantás. Lesz belőle egyik oldal, másik oldal, tökéletes, és ezt a felét kell még lenyisszantanunk. Kérdés, hogy ez most működik-e úgy, ahogy akarom. Nem. Akkor először még forgatok rajta. Most fogja jól lenyisszantani nekem. Hoppá, az más irány. Igen, tökéletes. Csak annyi baj, hogy pont a rosszabbik irányba forgatta el. Nem mindegy, hogy melyik irányba forgatja el. Most már jó lesz, és akkor most ólózza le. És azt tanítja nekünk a játék, hogy igazából mindenből lehet csinálni hasznosat. Forgassuk előtt. Jó, és akkor már csak igen. És akkor azt mondom még, hogy egyesítsen. És akkor most jön az, hogy tényleg egyesít a kettőt. Elvileg, ha minden igaz, akkor azt kapom. Jó, tökéletes, nagyon jó. És akkor az jön most, hogy a négyzetet
Hát igen, sajnos az a probléma, hogy... Két helyesben, vagy három helyesben olvasztanám össze. Sőt, igazából lehet, hogy azt is két helyen kéne összeolvasztanunk. De mindjárt majd fejlesztjük jobban a dolgokat. Minimum háromat kéne összeépíteni, mert 1000 darab az nagyon sok. Nem ebben az adásban készül el a 100%. És szerintem egy kicsit még följebb is kéne raknom. Dobjuk ide föl. Tökéletes. Mert remélem egyébként egy olyat is kapunk, hogy az alagútnak a mennyiség, illetve a hosszúságának a fejlesztése. Remélem, hogy lesz ilyen fejlesztés is, ha már ugye az adás elején beszéltünk a fejlesztési lehetőségekről. Vagy így az eddigi tapasztalatokról. Természetesen amellett, hogy nagyon tetszik a játék. Gondol. Ez lesz jó. Ez így működni fog, sőt, ez nem is kell ide. Ezzel a bányának ezt a részét, ezt teljesen így el fogjuk tőle zárni. És akkor nézzük meg, hogy volt alakít-e. Tökéletes, jó. Oké, ez megvan. Ja, míg oda nem vezettük el. Hoppá, nem készíti el mindaddig, amíg... Itt valami nem jól nem stimmel. Igen, egy a baj, hogy amit elfelejtettem beleszámítani a dolgokba, hogy amikor ne sisszoljuk, akkor kettőből készíti ezt a részét, míg ebből csak egyet készít, magyarul őt duplán használja fel, és egy ide, egy oda úgy megy el. Magyarul ez biztos, hogy el fog itt micsodálni, mert ezt kétszer használjuk fel, még ezt ugye egyszer használjuk fel ezt a részét. Úgyhogy akkor ezt úgy kell megjavítanunk, ezt a dolgot, hogy ezt ketté kell választanunk. Magyarul itt az egészet újra kell építeni. Nyisszantsuk fel. A nyisszantást azt még rendben megoldottuk. Úgyhogy azt még mindenképpen megadhatjuk neki. És a felső nyisszantási fele is jól volt megoldva.
talán még annyit lehet csinálni, hogy itt legyen meg a forgatása egyből. És meg kell néznem, hogy jó irányba nyisszantja-e. Igen. Nem. Nem abban jó irányba. Mert alulra kell. Úgyhogy akkor a másik irányú nyisszantás kell. Viszont el kell köszönöm tőletek, mert lejárt az adásidő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk akkor a következő adásban. Addig is, sziasztok!